eddig sem takargattak, nyilvánossá teszik a képviselők vagyonnyilatkozatát. Új stadion, új lehetőség. A 88 évvel ezelőtt született foci legendára emlékeztek a Puskás szobornál. A kispesti kultúra ünnepe, szuverén alkotókörek bítik a kerület hírnevét a 20 éves Helikon Egyesületben. Üdvözlöm Önöket, a Kispest TV heti hírműsorát látják. Nyilvánosságra hozza honlapján a jövőben a kispesti önkormányzat a képviselők vagyonnyilatkozatát, a testületi és bizottsági ülésekkel, illetve a szerződésekkel kapcsolatos iratokat. Ez tartalmazza többek között az úgynevezett átláthatósági rendelet, amelyet hosszas vita után fogadott el a képviselőtestület legutóbbi ülésén. Az ellenzéki városatyák javaslataira nem bólintottak rá, de Gajda Péter polgármester hangsúlyozta, a tapasztalatok összegzése után, ha szükséges, később módosítják majd a rendeletet. Eltérő mértékben emelkedik idén az étkezés díja az idősek otthonában, illetve az iskolákban és az óvodákban. A nyugdíjasok esetében minimális, 1,5% körüli drágulásra lehet számítani, de ott is csak azoknál, akik az átlag nyugdíjnál többet kapnak havonta, derül ki a testület által elfogadott rendeletből. Az idősek esetében egy szolidáris támogatási rendszert üzemeltettünk már évtizedek óta, amely a jövedelemhez szabja, a nyugdíjakhoz szabja a térítési díjakat. Az átlag alatti nyugdíjak esetében semmilyen emelkedés nincs, és vannak olyan ellátások, ahol kedvezőbb feltételeket is javasolt megteremteni az intézmény. Az elfogadott rendelet értelmében az iskolákban 6,8%-kal drágul a közétkeztetés, az emeléssel Ferenc István LMP-s képviselő nem értett egyet. Tavalyi évben, amikor volt egy rendkívüli emelés a szigorodó közétkeztetési törvényekre való hivatkozással, akkor nagy lelkűen átvállalta az önkormányzat a teljes többletköltséget. Nyilván tudjuk, hogy választási év volt. Most ebben az évben a tavalyi emelésnek egy részét is áthárítja a szülői díjak emelésével a szülőkre. Vincek György alpolgármester válaszában elmondta, hogy érezhetően javult az ételek minősége a kispesti iskolákban és óvodákban. A szülők a tárgyalások alatt mindig azt hangsúlyozták, és ez nagyon egyértelmű volt, hogy hajlandók nagyobb terhet vállalni az étkezések térítési díjánál abban az esetben, ha minőségileg tényleg igazolható, hogy az ellátás színvonala emelkedik. Az alpolgármester hozzátette, az önkormányzat idén is 13 millió forintot különített el arra, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévő kispesti gyerekek kedvezményt kaphassanak az étkezés díjából. Vitát váltott ki a testületi ülésen az úgynevezett átláthatósági rendelet. Ez a dokumentum írja elő, hogy nyilvánossá kell tenni a képviselők vagyonnyilatkozatát, a testületi és bizottsági ülésekkel, illetve a szerződésekkel kapcsolatos iratokat. Az ülésen elhangzott, az önkormányzat hivatalos oldala továbbra is a www.kispest.hu. Bízom benne, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy mindenki azt érezze, hogy hogy divatosan, hogy transzparens legyen az önkormányzat működése, mindenki valóban bele tudjon tekinteni az önkormányzat működésébe, gazdálkodásába és annak tisztaságába, ez szolgálja ez a rendeletünk. Még egyszer mondom, és szeretném hangsúlyozni, hogy ennek azért minden esetben megpróbáltunk megfelelni az elmúlt időszakban is. A rendelettel kapcsolatban számtalan módosító javaslatot és észrevételt tettek a képviselők. Nem szabályozza, hogy hány évre vonatkozóan kell a költségvetési adatok nyilvánosságát biztosítani. Lehetek rossz hiszemű állampolgár, is gondolhatom azt, hogy el akarják dugdosni előlem a közpénzeket, és kirakják fél évre, egy évre, másfél évre, de hát miért? Miért nem mondjuk 5 évre? Lehet bizalmatlanul nyilván ellenzéki képviselőként viszonyulni az átláthatósági rendeletre, de
amikor elhangzik többször ugyanaz, hogy nem végleges állapotú ez a jelenlegi rendelet, de most egy koherens egészet alkotva elindulhat a hivatal működésébe, beépülhet ez a több rendelet, ami most itt az asztalunk előtt van, akkor én arra kérem, hogy ne feltételezzen rosszat, hogy akkor ez most így is marad. A negyedik fejezet határozza meg a szerződések közzétételének a módját, és itt szerepel egy 5 millió forintos korlát. Én azt gondolom, hogy 5 millió forint alatti összegek is nagyon nagy tételeket jelentenek, ezért javasoljuk 10 000 forintra levinni ezt az összeget. Ne csak a szerződések, hanem a szerződéseknek végén a teljesítmény igazolások is legyenek nyilvánosak, föltöltve a honlapra. Ezek 5 évig, legalább 5 évig ott megtalálhatóak legyenek, és ugyanígy nem csak az önkormányzati cégeknek, önkormányzatnak, hanem az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak is a szerződései ugyanilyen formában. A módosító javaslatokat végül elvetette a testület, Gajda Péter polgármester pedig azt mondta, a tapasztalatok összegzése után később módosítják majd a rendeletet. Bővítette a testület azok körét, akik a Kökivel szembeni lakótelepre behajthatnak. Néhány hónapja ugyanis sorompókat helyeztek ki, hogy a lakótelep ezen részére csak az ott élők hajthassanak be. Korábban ugyanis például a bevásárlóközpont dolgozói és vevői napközben ott hagyták autóikat, így nem maradt szabad várakozó hely. A jövőben az eddigieken túl behajtási engedélyt kaphatnak azok, akik a lakótelepen valamilyen szolgáltatást végeznek, valamint az ott élők rokonai és az ingatlanok bérlői is. Ezen kívül 5 vendégkártyát kaphatnak a területen lévő üzletek tulajdonosai. Próbáljuk azokat a javaslatokat figyelembe venni, amelyet a környéken élőktől kapunk. Most ezek a javaslatok megint ilyenek. Tehát próbáljuk egy picit tágítani a kört és megkönnyíteni azoknak, akik ezen a területen laknak. Döntöttek a képviselők arról, hogy a Vakbottyán Simonyi Zsigmond Bartók Béla utca által határolt üres terület hasznosítására munkacsoportot hoznak létre. A területet 2013 óta szeretné hasznosítani a kerület. Gajda Péter elmondta, ahhoz, hogy ez egy jól értékesíthető telek legyen, szanálni kellene néhány ott lévő ingatlant, de egyelőre nem tudtak megállapodni az árról a tulajdonosokkal. Így átmenetileg abban gondolkodnak, hogy ingyenes parkolót alakítanak ki, vagy bérbeadják a területet egy vállalkozónak, aki fizetős várakozó helyeket létesíthetne a telken, de felmerült az is, hogy közparkot alakítsanak ki, úgy, mint az Ady Endre út mentén lévő üres területen. Egy új stadion megépítésével új lehetőséget kapnak a jövő focistái, hogy méltó utódai lehessenek Puskás Ferencnek, az aranycsapat kapitányának. Erről Fenyvesi Dezső, a foci legenda által létrehozott alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt. A Puskás Ferenc születésének 88. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a Kökinél felállított szobornál. Puskás Ferenc nem csak Kispest díszpolgára, de utca és iskola is viseli nevét a kerületben, valamint köztéri szobrot állítottak emlékére a Köki terminál előtt. A legenda születésének 88. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a felszólalók utaltak a Honvéd jelenlegi gyenge teljesítményére, és reményüket fejezték ki, hogy az utánpótlás játékosok majd beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. A Puskás Ferenc Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint, ha új stadion épül a jelenlegi Bozsik helyén, új lehetőséget kapnak a jövő focistái, hogy Puskás Ferenc méltó utódai lehessenek. Vajon ma mit lát itt Kispesten, mit lát a magyar labdarúgásban? Azt gondolom, hogy Huncut szemeivel először is biztatta minket arra, hogy legyünk méltóak ahhoz a hagyományhoz, amely a magyar labdarúgás valamikor jellemezte, amikor a világ bámult és ámult azon a teljesítményen, amelyet ez a csapat az ő vezérletével teljesített. A kerületi Puskás iskola idén is több rendezvényel emlékezik a futballlegendára. Legközelebb május 6-án sportnapot tartanak. Ezen a napon választották ugyanis Puskás Ferencet a nemzet sportolójává. Az oktatási intézményben a közelmúltban újítatta fel az önkormányzat a tornaterem világítását, és ősszel adták át az új műfüves focipályát. Az iskola most azt tervezi, hogy indít egy csak labdarúgó osztályt fiúk és lányok részvételével. A sportban hogy tudok sikert elérni?
amit úgy érzem, egy picit hiányzik a mai fiatalokban, az az alázat. Tehát, hogy valamit fel kell adni azért, hogy én a sportban sikeres legyek. Ennek érdekében ugye maga az iskola is a délutáni sávjában rendkívül sok sportfoglalkozást szervez. A megemlékezésen koszorút helyezett el többek között a kispesti önkormányzat nevében Kis Anna jegyző, Gajda Péter polgármester, valamint Kertész Csaba alpolgármester, a Honvéd képviseletében Szurgent Lajos és Kaszás Kálmán, az MLS részéről Dunai Antal, míg a Honvéd baráti kört Piroska János elnök képviselte. Sajtóinformációk szerint vizsgálatot indítanak a hatóságok a felújítás alatt álló Sibrik Miklós úti felüljárónál történt baleset ügyében. Az átkelőről vasbeton darabok hullottak egy éppen ott haladó szerelvényre, ezért több órán át nem járt a 3-as metró Kőbánya-Kispest és a határút között. Nem sérült meg senki, a metró nem szállított utasokat, míg egy másik szerelvény csak vészfékkel tudott megállni. A Metróért Egyesület elnöke egy rádióinterjúban azt mondta, a vizsgálat után várhatóan olyan intézkedéseket hoznak majd, amelyek után a kivitelezőnek biztonságosan kell dolgoznia, és nem veszélyeztetheti a metró közlekedést. A felújítással várhatóan októberre készül el a beruházó. A Ferihegy felőli sáv rekonstrukciója már befejeződött, jelenleg a másik oldalon dolgoznak. A Kispestet és Kőbányát összekötő híd felújítását a fővárosi önkormányzat fizeti, a munkákat pedig a Budapesti Közlekedési Központ felügyeli. A devizahiteleseket érintő aktuális szabályozásról tartottak fórumot a kerületi önkormányzat, az MNB és a Széchenyi Hitelszövetség együttműködésével a KMO művelődési házban. A rendezvényen szó volt arról, hogy milyen szerződésekre vonatkoznak a szabályok, kiket, hogyan érint a forintosítás. Ezen kívül a téma szakértője beszélt a késedelmes fizetésről, a hitelszerződés felmondásáról, a végrehajtásról, a perekről, illetve arról is, hogy a devizahitelesek hogyan, miképp tudnak tárgyalni bankjukkal a különböző engedményekről. A legfontosabb az, hogy a törvény időkorláthoz köti azt, hogy ki jogosult elszámolásra és forintosításra, és az a fontos, hogy ebből tudják, hogy a 2004. május 1-e után kötött szerződésekre vonatkozik, illetőleg azokra, amik 2009. június 26-a után szűntek meg. Tehát ez a két nagyon fontos időkorlát van. Az országnak a fele lakosságát biztosan érinti ez a probléma. Aminek most egy része megszűnik, a másik része viszont fenn fog maradni, hiszen akinek meglévő szerződés van, az elszámolás kapcsán is csökkenni fog az ő tartozása. De hogy milyen mértékben is ő ezt a törlesztő részletet tudja majd fizetni, illetőleg az autósok és a személyi kölcsönösöknek, akiknek még devizában marad a tartozásuk, tehát ott nem történik forintosítás, hogy tudnak majd a bankjukkal egy megfelelő megállapodást kötni. Erre még nincs információnk, ez majd valamikor nyáron fog eldőlni. A feleslegessé vált elektromos hulladékaiktól szabadulhattak meg a kispestiek a legutóbbi hétvégén. A kerületi önkormányzat az Ereuze Kft.-vel közösen hirdette meg a veszélyes hulladéknak számító elektromos és elektronikai hulladékok ingyenes begyűjtését. A kerületiek 3 helyen összesen több mint 2 tonna szeméttől szabadultak meg, köztük már nem működő vagy leselejtezett mosógéptől és hűtőtől. Az általunk megkérdezettek hasznosnak tartották az akciót. Én úgy gondolom, hogy hasznos, főleg mert felhívja a lakosságnak valamennyire a figyelmét arra, hogy az elektronikus hulladékot ne kukába dobjuk, hanem egyéb módon. Egyébként úgy láttam, hogy alomtanításhoz kötődően is van, tehát akkor is le lehet adni még, aki erről most lecsúszott. Mi mindig külön szoktuk gyűjteni, úgyhogy nekünk ez most nagyon jó volt, mert ami gyűlt a dobozba, azt most el tudtam így egybehozni, és akkor le tudtam adni. Nagyon fontos, mert nem tudjuk hova tenni, és azt konkrétan tudom, hogy a kukába nem szabad beledobni, de eddig vártunk vele, hogy hová is lehetne tenni. Tehát ez nagyon jó, mindenképpen hasznosnak tartom. Én elhoztam egy dekopírfűrészt, ami már nem működik, hajszárítót és vízforralót. Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Kispesten. A kerületben április 8-a és 15-e között viszi el a feleslegessé vált holmikat a fővárosi közterület fenntartó vállalat. A kerületet körzetekre osztják, és mindenhol egy napot jelölnek majd ki, amikor a lomot kihelyezhetik az ott élők. Ennek az a célja, hogy minél kulturáltabban szállíthassák el a szemetet. A lomtalanításról bővebb információt a cég honlapján a www.fkf.hu-n olvashatnak.
A Kispesti Kultúra ünnepének nevezte a Helikon Kulturális Egyesület 20. születésnapját Gajda Péter. A kerület első embere szerint annak ellenére, hogy az egyesület tagjai főállásuk mellett készítik alkotásaikat, nagyon komoly művészi tevékenységet folytatnak, és ezt bizonyítják az állami elismerések is. A 20 éves jubileumot tárlattal ünnepelte az egyesület a Nagy Balogh János kiállítóteremben. Az 1995-ben megalakult Helikon Kulturális Egyesület életrehívását Nagy Balogh János, a kiváló neves festő inspirálta, akinek munkássága a mai napig rányomja bélyegét az egyesület tevékenységére. A Nagy Balogh Jánosról elnevezett kiállítóterem, ahol rendszeresen bemutatkoznak a helikonos művészek, 1974-ben nyílt meg, és bár egy ideig bútorboltként üzemelt, évtizedek óta meghatározó szintere Kispest művészeti életének. 19-ben meghalt Nagy Balogh János, és az ő baráti köre úgy gondolta, hogy az ő emlékének az ápolására létrehozzák a Nagy Balogh János baráti kört, ami egy művésztársaság volt egyébként, és ezt ők úgy ünnepelték, úgy emlékeztek rá, hogy minden évben valamilyen rendezvényt csináltak, összejöttek egy kis kiállítás, felolvasás, hiszen Kosztolányi Dezső is, mint tudjuk, a baráti körek közé tartozott, Móri Zsigmond is, aki megítélt. A Helikon már megalakulásakor zászlajára tűzte a különböző művészeti ágak integrálását és a helyi művészek összefogását. Ez a 20 év csak úgy alakulhatott ki, hogy volt egy alap, egy olyan közeg, amiben mi itt élünk, ez Kispest, ez egy sziget ebbe az országba. A 31 művész 31 karaktert takar. Az egyesületben a textil kivételével szinte minden műfaj képviselteti magát. A Helikon berkein belül festők, grafikusok, szobrászok, fotósok, keramikusok, üvegművészek és tűzdománc készítők is alkotnak. Itt mindenki szuverén alkotó, tehát ez semmiféle kötöttséget nem ad, inkább ad egy lehetőséget, tehát az, hogy egy ilyen közös kiállítás, vagy külföldön, mert szóval tavaly előtt Szerbiába állítottunk ki. Gajda Péter polgármester szerint annak ellenére, hogy a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület tagjainak többsége nem a művészetből él, nagyon komoly alkotások kerülnek ki kezeik közül. Ha valaki megnézi ezeket a alkotásokat, akkor valóban azt állapíthatja meg, hogy a Helikon Kulturális Egyesület tagjai tényleg nem amatőrök, és már csak azért sem, mert nagyon sok olyan tag van, akik nagyon komoly állami elismeréseket kaptak az elmúlt időszakban, idén is ugye Pál Csabára gondolok, és hát azt gondolom, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. A Helikon Kulturális Egyesület 20 éves jubileuma alkalmából katalógust is kiadtak, az ünnepi tárlatot pedig június 6-áig láthatják az érdeklődők a Nagy Balogh János kiállítóteremben. Országos ismertségre tett szert a Vas Lajos Általános Iskolában minden évben megrendezett gála, amelyen a diákok különböző produkciókkal mutatkoznak be, mindig egy-egy témát körbejárva. A rendezvény módszertanával a Kispesti Oktatási Intézményben tartott konferencián ismerkedtek meg az ország minden tájáról érkezett pedagógusok. A Vasiskola igazgatója a 15. gálán azt mondta, a rendezvény legfontosabb célja a közösségépítés. A Vasgálát 15 éve rendezik meg, 6 éve pedig mindig egy-egy témaköré szervezik a produkciókat. A 32 éves intézményben idén a Tiszán innen Dunántúl szellemében hagyományőrző műsorral készültek a diákok. A lakótelepi iskola igazgatója a gálán bejelentette, nagy megtiszteltetés érte az intézményt, hiszen felkérték az iskola pedagógusait, hogy egy konferencián ismertessék a rendezvény módszertanát az ország különböző iskoláiból érkező tanároknak. A módszernek a lényege a közösségteremtés, közösségépítés, hiszen a gyerekek nem csak osztályokban, hanem évfolyamokon, sőt nem csak évfolyamokban, hanem alsó tagozaton, felső tagozaton, sőt iskolai közösség, iskolai szellemben tanulnak. Gajda Péter polgármester arról beszélt, hogy az elmúlt 6 évben minden vasgálán részt vett, és úgy véli, a rendezvényt méltán akarják megismerni országszerte. Az előzős alkalommal mindig picit meg tudtuk számolni,
számmal a igazgatóasszony is arról, hogy mit fejlődött az iskola. Mindig volt egyes, akár Európai Uniós siker, vagy apróbb nagyobb örömök, fel tudtuk újítani az udvart, vagy létrejött egy új bűfeles labdarúgó pálya. Gajda Péter hozzátette, a Vas Lajos általános iskolában ezen kívül több olyan pedagógiai program is volt az elmúlt években, amelyek nem csak a kerületben, de a fővárosban is egyedülállóak. A tojás az újjászületést épp úgy szimbolizálja, mint a világ mindenséget. Ez is kiderült a Vekerlei Kultúrházban tartott húsvéti készülődésen. A programot minden évben megrendezik a Petúr utcai intézményben, hogy a kispesti családok ráhangolódjanak a húsvétra, a kisebbek pedig megismerkedhessenek a hagyományokkal. A kultúrház igazgatója elmondta, azt tapasztalják, hogy a hozzájuk érkezők igen eltérően ünneplik a húsvétot. A Vekerlei Kultúrház évek óta felidézi a húsvéti szokásokat és hagyományokat az ünnep előtt egy héttel, így tettek ezúttal is. Többek között tojásfestésre, tojásírásra és bárányka készítésre várták a kispesti családokat. Van, aki még ragaszkodik az egyházi hagyományokhoz, és valóban abban a ünnepkörben, tehát a katolikus hagyományok szerint tartja a húsvétot, tehát megtartja a böjtnapot, vagy a böjtölési időszakot, és utána a feltámadást ünnepli. Van, aki egészen másképpen, hiszen nagyon sokan ilyenkor nyuszit kapnak. A tojásfestés viszont azt hiszem, hogy mindenkinél. Ez egy nagyon ősi népi hagyomány. Nagy titkoknak a bújtatója ez a tojás. Szokták mondani hagyományosan, hogy egy picit vetülete a világ mindenségnek is, mondjuk a sárgája legyen a nap, a fehérje legyen a hold, és a külső kemény héja mondjuk legyen a mi kis földecskénk, a föld golyóblisunk. A húsvétra való hangolódás jegyében kiállítás is látható a Petúr utcai kulturális intézményben. Sivók Zoltán régi húsvéti képeslapokból válogatott, amelyek az 1900-as évek legelejétől a 40-es évekig öleli fel az egyik legnagyobb egyházi ünnepet. A Kispest TV heti hírműsorát látták. Friss hírekkel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a 0670 671 19 19-es telefonszámon, vagy az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten a www.kispesttv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Jó napot kívánok, Önök a Kispesti magazint látják. Nézzünk néhány témát, amellyel más érdekességek mellett ezen a héten foglalkozunk. Mindenki tehetséges. Az idei vasgála a hagyományok jegyében telt, egymást segítve készültek a produkciókra a gyerekek. Olcsó, környezetkímélő és segíti a bőtermést. A komposztálást az önkormányzat is szorgalmazza és támogatja. Tojásírással, báránykészítéssel, szívhez szóló mesével készültek a gyerekek a húsvétra. Ünnepi képeslapokból nyílt kiállítás a Vekerlei Kultúrházban. A térfigyelő kamerák mielőbbi felújítását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a közeljövőre nézve a kerület első embere. Gajda Péter a fogadóórában elmondta, hogy szakmai egyeztetés zajlott az ügyben, és a közgyűlés is tárgyalt a közbiztonsággal összefüggő kérdésekről. Az önkormányzat pályázik pénzre 3 óvoda bővítéséhez, mert hiába lesz újabb több mint 70 férőhely hamarosan az Arany óvoda kibővítésével,
Egy törvénymódosítás alapján minden gyereknek 3 éves korától óvodába kell járnia, és így nagyon sokan kerülnek be egyszerre az intézményekbe. A polgármester beszélt arról is, hogy a kerületet érintő több fontos kérdésben levélben fordult Tarlós István főpolgármesterhez, és például a határút rendbetételével kapcsolatban egyeztetett a fővárossal. Bár ez a terület nem a kerülethez tartozik, minden segítséget megadnak, és örülnek annak, hogy a felújítás hamarosan megindul, hiszen így ez a köztér is megszépülhet. Több minden történt az elmúlt hetekben, hiszen volt közgyűlés, volt képviselőtestületi ülés, és több döntés is született, illetve voltak egyeztetések, amik érintik a kerületet is. Az egyik legfontosabb kérdés most a testületi ülésen a közbiztonság kérdése volt, illetve a kamerarendszerek. Fejlesztésre vár ez a terület, mi várható a jövőben? Hát valóban a testületi ülésen is beszélgettünk erről, hiszen volt napirenden a téma, hiszen meghosszabbítottuk a rendőrségre azokat a szerződéseket, amelyek a Kispesti térfigyelőprogram működtetésével, fejlesztésével kapcsolatosak, és volt előző héten egy külön politikai egyeztetés is a Városháza vezető, illetve a különböző pártok képviselői között Lázár Tamás tanácsnok úr kezdeményezésére, ahol azt gondolom, hogy a hivatal munkatársai egy elég részletes tájékoztatót adtak arra, hogy mik idén a terveink, hiszen az elmúlt időszakban az volt jellemző, ugye 2007-ben, de már 2006-ban is elkezdtük a Kispesti térfigyelő programnak a elindítását, és azóta azért minden évben talán mondhatom, hogy látványos fejlődésen ment át ez a program, hiszen az elején 6 kamerával indultunk, most már 50 kamera működik. Ezen a megbeszélésen egyébként azt hangzott el, hogy ebben az évben az lesz a feladatunk, hogy ezt a rendszert fejlesszük, korszerűsítsük. Nem szeretnénk idén új kamerákat telepíteni, mert hogy értelemszerűen 2006 óta már nagyon sok idő eltelt, majdnem 10 év, és azok a kamerák, amelyeket akkor szereztünk be, ezeknek egy része már elavult, van, amelyik nem is működik most éppen, és ezért szeretnénk ezt mindenképpen megoldani, hogy fejleszteni tudjuk a térfigyelő rendszer kameráit. Ezután valószínűleg a rendészeti központunkhoz kerül majd át a térfigyelő központ, természetesen ott is a rendőrség munkatársai fogják majd figyelni ezeket a képeket, és a következő évben lesz majd újra az a feladatunk, hogy azokon a területeken, ahol még nem sikerült kamerát telepíteni, kertvárosi részek, hagyományos kispesi területek, illetve a lakótelep egyes részein itt folytatni fogjuk a térfigyelő hálózat bővítését. Arról is volt szó, hogy esetleg más helyre tesznek át kameránkat, érkezett jelzés ezzel kapcsolatban. Igen, persze, hát ugye folyamatos a visszajelzés a kamerák működésével kapcsolatban, akár a szakma rendőrség részéről, akár a Kispesten élők részéről is, és ennek megfelelően azért próbálunk gyorsan reagálni, mint mondjuk, ugye ez is téma volt a testületülésen a Kőbánya-Kispest mellett lévő zárt parkolóval kapcsolatban. Például itt is döntöttünk gyorsan, azt gondolom, azokkal a visszajelzésekkel kapcsolatban, amit az ott élők adtak, tehát most már a hozzátartozók, a bérlők is kaphatnak majd behajtási engedélyt, ugye ez volt az egyik legnagyobb probléma. De visszatérve a térfigyelőhöz, valóban itt is van ilyen feladatunk, hogyha magasan van, vagy rossz helyen van a kamera, nyilván a tapasztalatok alapján puding próbálja az evés, át fogjuk tudni helyezni ezeket az eszközöket. Van már olyan autóik is, amik ugye a rendszámokat ismerik föl, itt ugye lehet, hogy egy létszámbővítésre lesz szükség talán az. Igen, ugye Kispestről több észak-nyugat-dél, dél-észak-kelet-nyugat irányban zajlik a legnagyobb átmenő forgalom, és ugye itt van értelme telepíteni ezeket a rendszámfelismerő kamerákat. Ugye Kispest volt az első az országban, ahol ezt a rendszert kipróbáltuk, és jól működik, hiszen nem csak a rendszámot ismeri fel, nem csak arra jó, hogy kiszűrje azokat az autókat, amelyek esetleg bűncselekményben vettek részt, hanem ott rögtön a sofőrt is lehet ellenőrizni. Ugye már 3 ilyen kamera működik, az Ady Endre úton, az Üllői úton és a Nádasdy utcánál. Még azt gondolom, hogy egy, maximum 2 ilyen kamerára lesz szükség, ezt a jövőben természetesen itt is várhatóan bővítjük. A közbiztonság mellett más fejlesztések is szóba kerültek a mostani testületi ülésen, illetve tervek vannak arra, hogy például az óvodák terén legyenek fejlesztések, ehhez nyilván kell önrész, viszont kell több pénz. Hogyan döntöttek ezzel kapcsolatban, mely óvodákat fogják fejleszteni, hova tudnak átcsoportosítani? Igen, ugye itt az látható, hogy egy olyan kormányzati döntés miatt van lépéskényszerbe az önkormányzat, amit nem lehetett előre
látni, hogy a jogszabályi változás következtében már 3 éves kortól kötelezően óvodában kell járatni a gyerekeket. Ez nyilvánvalóan a mostani intézményhálózattal nagy valószínűséggel felvállalhatatlan. Tehát azt látjuk, hogy minimum egy 100, de rossz esetben akár 300-as férőhely hiánnyal is kell számolnunk. És ez az időpont nagyon közel van, hiszen ez év szeptemberétől felléphet már ez a probléma, ezért keressük azokat a lehetőségeket, amelyek férőhelyszámot tudunk bővíteni. A minisztériumnak van egy ilyen pályázat az Emberi Erőforrás Minisztériumnak, és ezen fogunk most részt venni annak érdekében, hogy külső forrás is be tudjunk vonni például a Mézes Kalács, a Mesevel vagy a Tarkavarka óvoda bővítésével kapcsolatban. Ezen túl persze, hogyha nyerünk is saját forrás, saját erőt is, több mint 150 millió forintot erre a területre kell szánnunk annak érdekében, hogy valóban ezt a férőhely hiányt meg tudjuk oldani, annak ellenére, hogy hát nyilván azt tudott a kerületben, hogy több helyszínen is, például az Aranyovodában egy nagyon komoly uniós projekt keretében több mint 70 férőhelyel bővítjük az intézmény hálózatunkat, de valószínűleg, és még így is kevés lesz, úgyhogy most a hivatal munkatársai közerővel dolgoznak azon, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. Még egyszer mondom, hogy hát nem a Kispesti Önkormányzat idézett elő. További fejlesztések is várhatók, elsősorban például az infrastruktúrában útfelújítások. Igen, hát ugye ez minden évben kérdés és probléma is. Idén egy 100 millió forintos keret áll, valamivel több mint 100 millió forintos keret áll rendelkezésre annak érdekében, hogy egyrészt a útfelújításokat, másrészt a karbantartást út és járda esetében meg tudjuk oldani, meg tudjuk valósítani. Múlt héten, hát ahogy beállt a jó idő, ezek a munkálatok megkezdődtek. Hagyományos Kispest kertvárosi részen, lakótelepén, illetve természetesen a Vekerle sem marad majd ki, de ilyenkor persze mindig várjuk azokat a lakossági jelzéseket, amelyek fontosak számunkra, tehát tudnunk kell. Persze a kollégák folyamatosan ellenőrzik a kerület útjait, járdáit, de ha van olyan terület, ahol bárki mondjuk azt tapasztalja, hogy bizonyít már el kellene a felújítás vagy a karbantartás, ezeket a jelzéseket szívesen várjuk. Nyilvánvaló, hogy ebből a keretből mindenhova nem fogunk eljutni, de az a célunk, hogy a következő 5 évben egy tervszerű felújítással minden ilyen jellegű problémát meg tudjunk oldani. Közös tervek is vannak a fővárossal, egyeztetés zajlott ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, illetve volt közgyűlés is, ahol döntések is születtek. Mi az, ami fontos a kerület számára? Hát valóban én Talós István főpolgármester úrnak írtam egy levelet azzal kapcsolatban, hogy mik azok a kiemelt témák, amit fontos lenne megoldani ebbe a ciklusba, hogy itt a körvasút menti körútnak a megépítése az egyik ilyen nagyobb lélegzetű téma, talán ez a legnagyobb falat, ugye itt a határút zajvédelméről beszélünk, a Vekerlei szakaszról. Ezzel kapcsolatban csak egy ilyen, hát ha lesz rá pénzünk, akkor talán megoldjuk, választ kaptunk. Végül is Szeneszei Balázs főpolgármester helyettes úrnál jártunk, ugye azért ez egy sok milliárdos program, ami nem csak Kispestet érint, és nagyon régóta húzódik. A másik ilyen téma az Ady Endre út felújításának folytatása volt. Itt abban maradtunk, hogy ezt a témát leválasztjuk a 42-es villamosvonalának meghosszabbításáról. Ezt kértük, hogy ez a két program ne kerüljön összevonásra, hiszen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 42-es villamosvonalának a meghosszabbítás, bármennyire is dolgozik ezen a fővárosi önkormányzat, azért várhatóan nem kerül napirendre majd a következő években. Az viszont fontos, hogy az Ady Endre út felújításának befejezése az megvalósulhasson. Ez alatt a ciklus alatt tájékoztatást kaptunk arról is, hogy a határúti intermodális csomópont, ami egyébként nem Kispest része, de mindenki azt gondolja, hogy hozzánk tartozik, hogy itt a metró végállomás és a BKV állomásnak a területéről beszélünk. Itt áprilisban elkezdődhet a munka, ugye a főváros tavaly nyárra ígérte, de ez nem valósult meg. Én már akkor is azt mondtam, akkor főpolgármester helyettes úrnak, hogy azért ez egy hát egy elég bátor vállalás, hiszen láttuk annak idején a Kökinél is mennyi ideig húzódott, míg sikerült megegyezni a bérlőkkel, hát itt sem sikerült a fővárosnak. Most áprilisban lesz munkaterület átadás, és abban bízunk, hogy a munkaterület átadás következtében a megegyezéseket is sikerül megkötni a bérlőkkel, és valóban elindulhat a munka, rendezettebbé válhat a határúti BKV végállomás, de véget szóval csak a tájékoztatás kedvéért, nem magunkról elökve a felelősséget, hiszen sokat tárgyaltunk, sokat kértünk, és kerestük a fővárost, illetve a 9. kerületet ezügyben, hogy végre ez talán megoldódhat idén.
Nyilván akkor egy picit föl fogják tudni azt a részt, egy pici kellemetlenség egy ideig járni fog, de utána viszont. Így van, hát még ilyen apróbb dolgokról volt szó azért, mint a Nádasdy Kossuth Lajos kereszteződésének a lámpás csomópont alakítása, hogy ez egy nagyon balesetveszélyes szakasz. Évek, évtizedek óta mindig jelezzük a fővárosnak, hiszen ez mind a kettő egy fővárosi kezelésben lévő út, hogy ennek a csomópontnak a biztonságosabb átételét meg kéne oldani. Én ezt is mondtam főpolgármester helyettes úrnak, hogy ebben akár anyagi segítséget is tud vállalni a kispesti önkormányzat, úgyhogy bízom benne, hogy a közeli jövőben ezt is meg tudjuk valósítani. Még egy dolog van, ami egy felsőbb döntés, ugye egy törvény, a 100 fős törvény, de érintheti az önkormányzatoknak a gazdálkodását, az önkormányzatoknak a szervezeti működését. Jelente ez önöknél bármit is, hogy ugye 100 főnél kevesebbet foglalkoztató intézményeknél másfajta struktúrában kell működtetni? Hát ilyen munkát, feladatot és felesleges adminisztrációt jelent, tehát ennek a törvényi módosításnak, amit a parlament fogadott nem régen az államháztartási törvény módosítása kapcsán, tulajdonképpen ennyi a hozadék. Ugye nagyon röviden arról van szó, hogy az olyan önállóan gazdálkodó intézményeknél, amelyek 100 fő alatti foglalkoztatotti állománnyal rendelkeznek, nem lehetnek önállóan gazdálkodók, ugye erről szól nagyjából a jogszabály, nálunk ilyen több is van, az USZODA, a van műszaki vagyonkezelő műszaki szervezet, illetve a KÁMO, a Kispesti Munkásotthon. Hát itt most egy gyors átszervezéssel megpróbáltuk megoldani természetesen a törvénynek megfelelően, de sajnos az a tapasztalat, hogy azt látjuk, hogy ezzel azt a célt, amit mondjuk valószínűsíthetően szeretett volna a kormányzat elérni, bár ugye nem tudjuk a motivációt, nem fogjuk tudni megoldani, mármint, hogy spórolunk bármennyit is ennek kapcsán. Ettől függetlenül ezek az intézmények továbbra is működni fognak. Még egyszer mondom, hogy a testület döntött a szervezeti átalakításról, munkát, adminisztrációs pluszfeladatot jelentett számunkra, sajnos más hozadéka nem lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a lehetőséget. A tánc evolúciója, a hagyományok továbbélése és beépülése a mai kultúrákba, az évszakok váltakozása, az év jeles napjai, tájegységek zenéi, vagy éppen a régi mesék mondanivalója a mai gyerekeknek. Ezekkel a zenébe, táncba, prózába öntött gondolatokkal is találkozhatott az idei Vasgála közönsége. Évek óta rendeznek egy-egy témaköré épülő bemutatót a diákok a Vas Lajos általános iskolában, figyelve arra, hogy mindenki, aki szeretne, színpadra léphessen. Elvük az, hogy mindenki tehetséges valamiben, módszerük pedig a művészet, az élmény becsempészése a tanulnivalók közé, a drámapedagógia módszereivel. Családi események, népszokások, ünnepek vagy éppen iskolai gála. Ezek mind hagyományok, amelyek megélését, továbbélését, a mai életben való megjelenését dolgozták fel idén különböző előadásaikban a vasiskolások. Gálájuk is immár hagyomány, hosszú évek óta lépnek fel a diákjaik, tematikus gálát pedig már 6 éve rendeznek. Már én néha úgy érzem, hogy hazajárok, hiszen hála jó Istennek a elmúlt 6 alkalmon, ha jól számolom, a nagyszerű gálán minden időpontban, minden alkalommal volt szerencsém itt lenni. És hát azért is örülök ennek, hogy minden egyes alkalommal, minden egyes gálán csak nagyszerű produkciókat láthatott a közönségnek én is, hanem azért is, mert minden egyes alkalommal mindig picit meg tudtunk számolni igazgatóasszony is arról, hogy mit fejlődött az iskola. Mindig volt egyes, akár Európai Uniós siker, vagy apróbb, nagyobb örömök fel tudtuk újítani az udvart, vagy létrejött egy új műszeres labdarúgópálya. És hát volt számos olyan pedagógiai program is, amit igazgatóasszony is említettem, hogy nagyon sikeres volt, ami talán egyedülálló nem csak a kerületben, hanem a fővárosban is. És ez Kispest polgármestereként, még ha már most nem is vagyunk fenntartói az intézménynek, csak és ezt idézőjelbe teszem, az épülettel van gondunk, és ezzel van felelősségünk lesz, mindig örömmel történik.
A tematikus gála ötlete onnan indult, hogy ebben az iskolában központi helyet foglal el az élményszerű oktatás megvalósítása művészeti, drámapedagógiai módszerekkel. Korábban felléptek azok, akik valamiben tehetségesek voltak, az évek során pedig a tanárok és a diákok megszerették volna mutatni, hogy mindenki tehetséges valamiben. Az a fajta hozadék pedagógiai plusz, amit egy-egy ilyen együttmunkálkodás jelent, az később nagyon erősen lecsapódik a tanításban is, a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Nálunk alapelvez a bizonyos flow élmény, az élményközeli pedagógia, hogy a gyerekek ne csak azt érezzék, hogy az iskola, a tanítás az be van szorítva a 45 percbe, az abból áll, hogy bejön a tanár, leadja az anyagot, kikérdezi az anyagot, aztán kimegy. Hogy legyen annyi fajta tapasztalat, annyi fajta élmény, ami közelebb hozza hozzájuk az iskolát és az ismereteket is. Hát ha valami az oktatásban valódi pedagógia, nem mesterkért, nem egyszerűen íróasztal mögül kiizzadt, hanem valóságos, tapintható, ami épülésére van az osztályoknak, a diákoknak, örömére a pedagógusnak és hát szórakoztatására a felnőtteknek, akkor ez az. Ez is mutatja, hogy egy kitűnő vezetés, egy elkötelezett pedagógus társaság teljesen függetlenül attól, hogy éppen az oktatáspolitika milyen szisztémát gyakorol, meg tud valósítani szabadon és kreatívan olyasmit, ami végül is a gyereknek az épülése. Azért ne felejtsük el, mióta az ember iskolát működtet, nem azért működteti, hogy munkahelyet teremtsen, még csak azért sem működteti, hogy nyaranta ki lehessen festeni, és nem is azért, hogy legkülönbözőbb oktatáspolitikai elvek kimunkálásra kerüljenek, hanem hát a gyerekeink, a diákjaink miatt, azok miatt, akik hát a legfontosabbak számunkra. És amikor azt lehet látni, hogy a pedagógus, a szülő meg a diák egyszerre élvez valamit, na az a pedagógia. Én ezt látom. Már kalandozás a magyar és a világirodalomban megismerték és megismertették egymással a különböző népek kultúráit, vagy megnézték, milyenek egyes műalkotások színpadra álmodva. Azon kívül, hogy sokat készültek és aktuálisan sokat tanulnak, ezek az ismeretek talán sokszor jobban beépülnek, mint maga a szorosan vett tananyag. Földrajz, történelem vagy magyar órán, hogy emlékeztek, hogy az előző gálán vagy a két évvel ezelőtti gálán mit láttak, sőt már a gyerekek maguktól is mondják ezeket a témákat, hogy ezt már ismerjük, és nagyon sok apró információ is megmarad bennünk, ami tulajdonképpen lehet, hogy nem is a tananyag, hanem egy kiegészítő anyag, de itt sokkal szélesebb látókörre rendelkeznek a gyerekek. Sőt, én úgy gondolom, hogy sok esetben még ez a szülőket is egy kicsit több ismeretet nyújt a szülőknek, a szülők is tanulnak, mert ők is nagyon sokat segítenek nekünk ebben a tevékenységünkben. A gyerekek is megtanulják a próbák alatt, hogy támogatni kell egymást, nem csak kisebb csoportok, osztályok, hanem egész évfolyamok dolgoznak együtt. Ha lemegyünk főpróbára, akkor amikor fellépünk a színpadra, meg hogy ugye előadjuk a szerepünket, és vége van, és akkor az mindenki tapsol, meg mindenki huhog, meg hát nagyon jó érzés. Hogyan segítitek egymást? Itt ez egy nagy közösség, egymással együtt kell mindenbe gondolkodni, lépni, dolgozni. Hogyan megy ez nektek ebben az osztályban, ebben az évfolyamban? Most igazából nekünk olyan szerepünk van, hogy nekünk is most a többi gyerek tanította meg azt a szerepet például, ami nekünk van, és szerintem nagyon jól megy mindenkinek a tanítás, ilyesmi. Tehát akkor nem is a tanárok tanították, hanem a többi gyerek? Azért nagyon, hát nekünk például a mi táncunkat többi gyerek tanította. Mi az, amit tudtok segíteni egymásnak? Hiszen ez arról szól, hogy mindenki együtt. Nem csak az, aki valamiben nagyon jó, hanem mindenki együtt. Hogy segítitek egymást?
Hát például akinek nehezebben megy a tánc, akkor néha így szabadidőben így tanítgatjuk neki. A kerület szerencsés, szinte minden iskolában van olyan pedagógiai program, amely segíti azt a szemléletű oktatást, ami a kreativitást, a tehetség kibontakoztatását elősegíti. Kispesten abszolút elterjedt, azt mondom, hogy minden iskolában használják ezt a módszert a kollégáim. Egyébként ez egy olyan módszer, amivel sokkal többet tudnak elérni még a nehezen beilleszkedő gyerekekkel is, mint az összes többi egyéb hagyományos módszerrel. Tehát terjed ez a módszer, nagyon hatásos és nagyon hasznos, azt kell mondanom, a kollégák pedig nagyon jól tudnak vele élni. Ez az iskola úgynevezett mentoráló intézmény, mások tanulják a módszereiket, már kipróbált elgondolásaikat. Programjuk iránt az egész fővárosból érdeklődnek a pedagógusok, iskolák. Megéri, összegezte tapasztalatait a Vas Lajos általános iskola igazgatója. Megéri a fáradtság, a pluszmunka, a pályázatok állandó figyelése, hogy miként lehet a mindig szűkös anyagi lehetőségeket egy kicsivel kényelmesebbé tenni. Szóval megéri. És tényleg így van, mert a Vassuliban ma már nem csak a diákokat tanítják a drámapedagógia módszereire, hanem más fővárosi iskolák e módszert alkalmazó tanárait, vagyis a kollégáikat. A Kispesti Általános Iskola adott helyet a Mentoráló Intézmények Budapesti Workshopjának. Az iskolában a kezdetektől fogva az oktatási módszer része a drámapedagógia. Elsőtől a nyolcadikosokig évről évre kiválasztanak egy témát, amit a gyerekek ötletei alapján töltenek meg tartalommal. És minden évben eljön a gála napja, amikor a legkisebbek és a legnagyobbak is színpadra állnak, hogy bemutassák a közös produkciót. A földrajzi tematika jegyében eljátszották már a népek kultúráját, Magyarország ezer évét, válogattak a magyar, aztán a világirodalom jeles alkotásaiból. Az idei program a hagyományőrzés jegyében készült. A programokhoz az ország uniós csatlakozását követően rendszeresen pályáznak és nyernek is támogatást. Ma már ott tartanak, hogy nem csak a diákokat tanítják, hanem a módszer iránt érdeklődő vagy hasonló módszert alkalmazó iskolák tanárainak egy budapesti workshop keretében mutatják meg, hogy miként lehet a drámapedagógiát az oktatás szolgálatába állítani. Nagyon tetszett ez a mai napindító itt a Mosolygós Iskolában Kispesten. Ez a program tulajdonképpen már második napja tart. Tegnap már együtt dolgoztunk a kollégákkal, azokkal az intézményekkel, akik ebben a projektben úgymond mentoráló intézmények lesznek, hiszen ők fogják segíteni a többieket, az ő jó gyakorlataik, az ő innovációik fognak remélhetően elterjedni a többi iskolánkban is, akik majd átveszik ezeket a programokat. Ezeknek az intézményeknek, mindegyiknek van valamilyen jó gyakorlata. Általában az élménypedagógia, a kreativitás felé törekszenek, hiszen a mai gyerekek, a mai világ nagyon sokat változott, és nagyon fontos, hogy ez a szemlélet, a megújulás iránt az megjelenjen az intézményekbe, hogy a gyerekeknek örömet, élményszerű pedagógiát tudjunk nyújtani. Ez a workshop miben tud segíteni, vagy önök ebből mit tudnak hasznosítani? Mi mentorált intézményként veszünk részt ebben a projektben, sok segítséget kapunk, vannak utazó pedagógusok, akik ebben az évben dolgoznak nálunk, ezen kívül gyerekeink a KRIK által finanszírozva juthatnak el különböző színházi előadásokra, pedagógusaink is különképzésen vehetnek részt. Egy ilyen workshopon pedig hát igyekszünk meglesni azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi is tudunk alkalmazni. A workshop legérdekesebb, leglátványosabb és legizgalmasabb része a műhely munka volt.
Az, amikor a tanárok szakavatott csoportvezetők irányításával kipróbálhatták, hogy a diákokkal milyen játékos módszerekkel lehet elsajátítatni a tudást. Kameránkkal belestünk a foglalkozásokra, így hát megmutathatjuk, hogy milyen egy közösségépítő gyakorlat, hogyan gondolkodnak együtt a gondolkodás ötletbőrze tagjai, milyen a díszletek és a zenék világa, illetve hogyan lehet ellesni a mesélő mozdulatokat. Mit csinálnak itt a kollégák? Mit tanulnak, mit lesnek el? Különböző közösségépítő gyakorlatokat végzünk, amit aztán később a gyerekekkel tudnak hasznosítani majd. Mondaná példát? Például most aktuális hangulat alapján állnak be jobb, illetve bal oldalra, vagy középen. Tehát például aki mondjuk azt mondja magáról, hogy ő ma jó kedvel érkezett a foglalkozásra, ő az egyik oldalra áll, aki kevésbé jó kedvelő a másik oldalra, illetve akinek mondjuk nincsen erről most semmilyen vélekedése, ő középen marad, és ez szerint lehet őket majd különböző feladatokkal megkínálni, és akkor nyilván az kapja a nagyobb aktivitást igénylőt, aki aktívabbnak vallotta magát, a kisebbet, az, aki passzívabbnak. Az a dolog lényege, hogy a tevékenység vagy az óra végére jobb oldalra kerülhessen mindenki, tehát motivált legyen és vidám? Tulajdonképpen igen. Ebben a teremben mit sajátíthatnak el a pedagógus kollégák, mit leshetnek meg? Ebben láthatják a gálának a produktumát, az egyik produktumát, a jelmezeket, díszleteket. Lehet látni, hogy a gyerekek mennyit készültek, és a pedagógusok segítségével milyen eszközöket gyártottak a műsorhoz. Lehet látni a műalkotásokat, például Vénusz kagylóniának a megfestését, aztán volt olyan, hogy a rózsaszín párduc jelmez elkészítése, aztán a képek megjelenítése a dali művekből, hagyományőrzés színpadon a lakodalmast, a esküvőt jelenítették meg, aztán voltak mesék, amiket megjelenítettek az alsós évfolyamokból, második osztályosok. Melyik meséket? Volt a bogármese, aztán volt az ördög és a szegény ember meséjét, népmesét jelenítették meg. Miért szeretik ezt a gyerekek? Azért szeretik, mert tevékenyen részt vehetnek benne, a gyermekek tevékenykedés során jutnak új ismeretekhez. Szabad egy percre meglesni a titkot, hogy mi történik itt ebben a teremben? Igazándiból a sorsra bíztuk, hogy milyen témát húztunk, és a mesterségeket húztuk, és igazándiból most közösen ötletelünk azon, hogy két hét projekttervét elkészítsük a különböző órákra. És mivel ez egy olyan jó kis téma, hogy valójában most azért megy ez a hangoskodás, mert annyi ötlet jutott az eszünkbe, és ezzel segítünk ugye a kollégáknak is, akik ugye ezt csinálják valójában, de ők is lesnek tőlünk, meg mi is tőlük, tehát most egy kicsit ilyen oda-vissza kapcsolatban vagyunk. Céheket alapítottának a gyerekek, ezekhez például, hát különböző mesterségekhez kapcsolódó céheket, hogy a mesterségeket megismerjék, ezeknek a mesterségeknek készítetnének indulót, mozgással egybekötve, tehát művészeti tárgyak kapcsán. Rajzoljanak szép, tehát készítsenek, mit tudom én, anyagszámítást, hogy mihez, milyen anyagra van szükség a mesterembernek, megnézhetik történelemből, hogy régen a vándorlegények, ha régi mesterségekre gondolunk, de nem csak régi mesterségeket lehet választani, új mesterségeket, tehát a jelenkor mesterségeit is lehet választani, tehát például itt a fodrászat, a kémia órára jöhetne be, hogy milyen anyagokkal dolgozik egy fodrász. Tesi órára, igen. Simán, kubikus váltó verseny tesi órára, igen. Medicinlabda, emelgetés, kovácsoknak egy kis igen. Kondi. Hát én magyar szakosként a mesékre rögtön rácsaptam, hogy különböző mesterségekről szóló népmeséket olvasni, feldolgozni. Nekem. Mondanak példát? Én mit mondtatok, a Vitéz Szabócska, vagy mi volt a, vagy a Schuster Manói például, Csoszogi az öreg Schuster. És ön? Nekem történelem szakosként a C alapítás tetszett nagyon, és annak a különböző aspektusai és körbejárása, cégek készítése, és a cég működtetésének a különböző gazdasági vonatkozásai a kornak megfelelően.
Kispesten hagyományosan gazdag és élénk a képzőművészet, a képzőművészeti élet. Új egyéni kiállítás, csoportos tárlat szinte minden hónapban nyílik. A Nagy Balogh János kiállító teremben ezúttal a Helikon Kulturális Egyesület tagjai találkoztak, hogy saját örömükre és a közönség elismerésében reménykedve csoportos kiállításon mutatkozzanak be. A tárlatnak ezúttal különös jelentőséget adott, hogy az Egyesület létrejöttének 20. évfordulóját ünnepelték. Ha 20 évből egy vagy kettő eseményt vagy személyiséget ki kellene emelni, akkor kire, mire a legbüszkébb? Jaj, hát nagyon nehéz ezt meghatározni, ugye hát mindig vannak kiemelkedő emberek egy társaságba, és az ember ilyenkor fél, hogy másokat, akiket kihagy, esetleg megbánt ezzel. De ez nagyon nehéz. Hát ugye van egy alapító tagja, Viola József költő és képzőművész, akit meg kell említeni, aki most már nem él. Aztán meg kell említenünk a nagy óriást, a Haraszti Istvánt is. És hát a nagy öregek között pedig Fajka Jánost. Hát azt hiszem, hogy őket feltétlen ki kell emelnünk. És egy személyes élmény, ami önnel történt? A személyes élmény az, hogy én mikor ide költöztem, akkor egy lakótelepi lakásba éltem a családommal, és bár ez volt az első otthonnak nevezhető, de munkahelynek még nem volt nevezhető, és azt hiszem, hogy ennek a kerületnek köszönhetem, hogy tulajdonképpen itt egy olyan lehetőség kínálkozott, hogy ebből a lakásból át tudtam kerülni a Vekerletelepre, ahol már egy műtermes lakásban voltam, és hosszú évtizedeken keresztül ott tudtam dolgozni. Az a kifejezés, hogy rivalizálás jellemző-e a művészek körében? Nincsen semmiféle rivalizálás, hiszen az nem viszi előre magát, az alkotó folyamatot. Mi viszi előre? Nagyon sok találkozás, megmutatni egymásnak a munkáinkat. Különböző, minden évben valamilyen program, tehát valami tematikus irányvonalat veszünk. Tehát ilyen volt például a Liszt, a Stiléták, vagy akár ez a 20 éves a Helikon, vagy a vízfénykiállításunk. És mindenki megkérdezi tulajdonképpen a másikat, hogy mit szólsz hozzá. Én azt veszem észre, hogy nagyon is adnak egymás véleményére, és reflektálnak is, tehát akár számításba is veszik a másik véleményét. Hiszen ez csak pozitív vélemény, tehát alapvetően abból indul ki, hogy ez mindez azért hangzik el, hogy a másik, tehát a jobb dolgoknak az érdekében. A művészek művészeti elismerése erősíti-e magát az Egyesületet, vagy ez kinek-kinek az individualista öröme, sikere, sikerélménye? Tulajdonképpen, ha szabad ezt így mondanom, ez közös örömünk. Egyrészt maga az Egyesület is terjeszt fel díjaztatásra magukat, a művészeket, és hogyha netán megkapják a díjat, akkor ezt egy kicsikét a saját örömünknek is érezzük. Azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem pusztán azért kapják meg, vagy nem feltétlenül azért, mert mi felterjesztjük, de valami pici kis részünk talán nekünk is van, és büszkék vagyunk rájuk mindenféleképpen. Érdekes, hogy a sportban élesebben elválik az amatőr és a professzionális. A képzőművészetben valahogy nem. Ott valaki vagy grafikus, vagy festő, vagy nem. Így van, és hát ha valaki megnézi ezeket a alkotásokat, akkor valóban azt állapíthatja meg, hogy a Helikon Kulturális Egyesület tagjai tényleg nem amatőrök, és már csak azért sem, mert hogy nagyon sok olyan tag van, akik nagyon komoly állami elismeréseket kaptak az elmúlt időszakban, idén is ugye Pál Csabára gondolok, és hát azt gondolom, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. Nagyon sokszor használja azt a kifejezést okkal és joggal, hogy lokálpatriotizmus, és hogyha a helyre gondolunk, a Nagy Balogh János kiállító teremre, akkor lehet azt mondani, hogy van egy olyan sziget Kispesten, amit se a rendszerváltás, semmi nem vitt el. Én ebben az utcában nőttem fel, ugyanakkor ez Gábor Andor utca volt, most Fő utca, de ez az én gyerekkoromban is Nagy Balogh János kiállító terem volt, és örülök, hogy most is az. Így van, ugye 74-ben nyitott meg ez a hely. Egy rövid ideig a rendszerváltás
rendszerváltás után itt működött bútorból, de aztán Steinerné polgármestersége alatt emlékeim szerint akkor nyitottuk meg újra, megegyezve a bútorboltosokkal, és azóta is az egyik legfontosabb szintere a kispesti művészvilágnak, de ennél is talán fontosabb, hogy nem csak itt, hanem már a Városházán, a Kálmóban, a Vekerlei Kultúrházban, és hát meg kell említenem a magánkezdeményezéseket is, hiszen Skoda Éva elnökasszonynak van egy ragyogó magánkiállító terme, tehát van egy csomó olyan szintér Kispesten, ahol az itt élők feltöltekezhetnek kulturális munícióval. Ugye mindenki a saját műfaján belül próbált olyan alkotást létrehozni, ami abba a témakörbe beleillik, és ettől válik izgalmassá a Helikonnak a tevékenysége, hogy minden tag másfelől közelíti meg a témát. Itt most jelenleg a 20 éves kiállításon itt meg az volt, hogy bármit, tehát ami a 20 év alatt készült, vagy ami a legújabb, tehát itt nem volt egy tematika meghatározva, hanem itt a sokszínűséget akartuk bemutatni. Ez a 20 év csak úgy alakulhatott ki, hogy volt egy alap, egy olyan közeg, amiben mi itt élünk, ez Kispest, ez egy sziget ebbe az országba. Az egy, milyen értelemben sziget? Hát egy olyan értelemben, hogy ez még az a hely, ahova szívesen eljövök. Mert vannak olyan összejövetelek, olyan gyülekezetek, ahova már az ember nem megy el szívesen, mert nem érzi jól magát, mert nincsenek ott barátai. Ezt most közéleti, politikai értelemben gondolja? Hát... Vagy alkotóként? Politikai értelemben. Mert a politika sajnos egy művész életében mindig beleszól. Ha jó a politikai hangulat, ha jó a közérzete annak a művésznek, akkor egész más munkákat tud létrehozni, mint hogyha mindig arra gondol, hogy már ez is tönkre lett téve, ez is tönkre lett téve, és számot vett vele, hogy még egyáltalán mi van, amiben nem nyúltak bele, és nem tettek tönkre. Hagyományos tojásírás a nagyoknak, báránykészítés a kicsiknek, egy szívhez szóló előadás a húsvét mondani valójáról, az ember életútjáról mindenkinek, hiszen a mesék gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szólnak. A Vekerlei Kultúrházban immár hagyomány az ünnepi készülődés. A húsvét vasárnapot megelőző hétvégén nyílt meg az a tárlat is, ahol akár 100 éves képeslapokkal és kiadványokkal is lehet találkozni a húsvét témájában. Egyszer csak a báránkát! Oda jutott egy rettentő vadvízű folyóhoz. Csak úgy zúgott annak a vize, jaj, de rettentő mély szakadékos víz volt. S gyöngyeim, tudjátok, a fölött a vad zúgó szakadékos folyóvíz fölött. Egy szép palóc legenda, amely szimbolikus képekben meséli el az ember életútjának mélységes és rejtelmes vonásait. Sok énekkel és vidámsággal készülhettek a húsvéti ünnepre a gyerekek ezzel a színdarabbal is, úgy, hogy a hagyományt és a komoly mondani valót ötvözni lehetett olyan fordulatokkal, amit értenek és élveznek is. Az embernek az elindulása során lehet találkozása mérhetetlenül magasabb és tágabb valóságokkal, és azon belül ebben a mesében nagyon szép az, hogy egy fényes öreg emberrel lesz a főhősünknek találkozása, és egy olyan próbatételt kell kiállnia, hogy egy keskeny palló hídon követnie kell báránykákat. És aztán kiderül ezekről a bárányokról, hogyha megpördülnek a sarkuk körül angyalok valójában. Úgyhogy által megye a legény, az ember a keskeny palló hídon egy ilyen helyzetben megriad-e,
vagy kiszedegeti a bárányákból a kullancsot, és akkor összebarátkozik, félelmeit legyőzve által megy a keskeny palló hídon, és akkor egyszer csak olyan helyre kerül, amit nem is gondolt volna. Úgyhogy ennek a mesének egy nagyon mély témája van. A régmúltban a meséket nem kifejezetten gyerekeknek mondták, hanem egymásnak mesélték a családok, például a fonóban. És ott persze gyerekek is hallhatták. Hiszek abban, hogy sokkal nehezebb mondani valókat is a kicsin gyerekeknek az örökké való, és a kisgyermekkornál sokkal tágabb lelke megért, mint hogy ebben a mesében is olyan dolgok szerepelnek, amelyeket a gyermekek megéreznek, és hát... A néphagyomány meséi olyanok, mint a hamuba sült pogácsa útra valók az ember életének nehéz döntéseiben. Jöjj állta, jöjj állta, veszi harany múza, által mennék állta, hogyha nyitva volna. A húsvéti ünnepekhez kapcsolódva nyílt kiállítás kifejezetten húsvéti képeslapokból a Művház aulájában. Sivok Zoltán műgyűjtő saját darabjai mellé korabeli újságokat, tojásritkosságokat is választottak a szervezők. Egyes darabok a múlt század első évtizedeiből valók. Húsvét jellegűek, húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóak. Van vallásos témájú, van menyecskés, van aminek fotó az alapja, van a saját kézzel készített képeslap is köztük, tehát nagyon sokféle. Próbáltuk tematika szerint szétválogatni őket, és ezen kívül itt a vitrínben korabeli újságokat is kiállítottunk, amelyek szintén a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak, illetve autentikusan, autentikus módszerekkel hagyományosan festett tojásokat is láthatnak itt a látogatók. Például itt pont most mögöttem egy patkolt tojás is látható. A másikból kérem szépen ezt a kosarat, igen, megmutatom, hogy a másikból milyen bárány lesz, a másikból egy ilyen bárány lesz. A legkisebbek húsvéti bárányokat készítettek úgy, hogy közben megismerkedhettek az ünnep hagyományaival, amelyek manapság igen sokfélék. Van, aki még ragaszkodik az egyházi hagyományokhoz, és valóban abban a ünnepkörben, tehát a katolikus hagyományok szerint tartja a húsvétot, tehát megtartja a böjtnapot, vagy a böjtölési időszakot, és utána a feltámadást ünnepli. Van, aki egészen másképpen, hiszen nagyon sokan ilyenkor nyuszit kapnak. A tojásfestés viszont azt hiszem, hogy mindenkinek. Ez egy nagyon ősi népi hagyomány, amit nagyon szívesen idézünk fel a gyerekekkel, ők is szeretnek. De nem baj, hogyha tudják, hogy ennek mi a jelentése, hogy mi a tartalma, mit, hogyan csináltak régen, és erre tanítjuk itt meg őket a kultúrházban. És itt a vandófülecske. Utána már csak díszített. Ide raksz egy kis gombot, ide raksz egy kis gombot, ide raksz egy kis szagát. Megpöttyözheted. És aztán mészített. A tojásfestés tehát az, ami nem maradhat el a húsvéti készülődésnél. Itt, ezen a délutánon a gyerekek a hagyományos tojásírás technikájával ismerkedhettek meg. Az írókát gyertyalángjánál felmelegítik, visszamártják a viaszba, és ezzel rajzolnak a tojásra. A tojásírókázás, vagy a tojásírás nem véletlenül viseli ezt a nevet. Írókázás, írás azért, mert ennek... nagy jelentősége van, nagy jelentőséget hordoz magába, ugyanis ezeket a tojásokat valóban írták, ami azt jelenti, hogy valami üzenetet, valami szimbólumot, valamit arra ráírtak. Ezért hívják írókázásnak, nem pusztán tojásfestésnek vagy tojásdíszítésnek. Ezeknek az írott szimbólumoknak nyilván mindnek saját jelentése van. Ma már erről olyan nagyon sokat nem tudunk. Azt tudjuk, hogy van egy feneketlen mély kút, amiben rengeteg tudás van, rengeteg szimbólum. Én csak a legtetejét látom, csak tudom, hogy van ez a nagy-nagy tudás. Picikét megkapargálom, megnézegetem, ha van itt valami nagy tudás, de a legmélyére azt hiszem, hogy ősanyáink láthattak csak.
A tojás az ősi szimbólumrendszerben az újjászületést és a mindenséget is jelentheti. Sárgája a nap, fehérje a hold, kemény héja a föld. A gyerekek a nap, a hold, a szerelem, illetve a gazdagság és a bőség szimbólumaival ékesíthették alkotásaikat. Jöjj állta, jöjj állta, te szép arany múza, által mennék által, hogyha nyitva volna. Nyitva vagyok, nyitva, aranyos kis kapu, holna. Olcsó, környezetkímélő és segíti a bőtermést. Mindez igaz a komposztálásra, amelynek keretében egy ládába vagy edénybe gyűjtik a zöldség és gyümölcs maradványokat, illetve a levágott füvet, faágat és hagyják megérni. Az így elkészült humuszt visszaadják a földnek, amely meghálálja a gondoskodást. A termés gazdagabb lesz, és még műtrágyát sem kell használni. A Kispesti Önkormányzat Zöld Program irodája nem véletlenül szorgalmazza évek óta ezt az eljárást, amelynek keretében idén is ingyen osztanak komposztáló edényt, illetve lombkomposztálót a kerületi családoknak. Ezeket április 15-ig lehet igényelni. Ez a szita. Uh-huh. Ezt úgy hívják, hogy szita. Editke, ugye? Az a neve. Rosta. Rosta. Rosta, hát úgy is lehet mondani, mert a lisztet citáljuk, ez meg rosta. Igen. 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 Ez kész komposzt, tehát ezt le fogjuk szűrni ezen a rostán. A kész komposztból humusz készül, amit aztán visszaadnak a földnek, ezt pedig meghálálja a termés. Sokkal ízletesebb paradicsomot lehet ugyanis szüretelni abból a parcellából, amit humuszban gazdag föld takar. Tudják ezt már a rutinos kertészek a negyedik éve működő első kispesti közösségi kertben is, a Dobó Katica és az Irányi Dániel utca sarkán. Nagyon sok zöldségféle, ami már letermett, például a borsó, hogy egyet mondjak, annak a szárát valahova el kellett rakni. Viszont a zöld, ami nem számít gyomnak, az nagyon-nagyon hasznos zöld trágya. És innen jött az ötlet, hogy akkor gyűjtjük össze, és akkor fiúk csinálták ebből a raklapokból a komposztálót, és akkor ettől kezdve oda elkezdtük gyűjteni spenót maradvány, meg borsó, meg ami jött ki az ágyásból, retek, salátalevél, ilyenekkel indítottuk. Nyár végére aztán megtelik a komposztláda, amibe nem csak zöldség és gyümölcs maradványokat, de levágott füvet, faágat is tesznek a kertészek. Ráadásul otthonról is hoznak olyan szemetet, amit komposztálni lehet. A fiúk át szokták forgatni a komposztot, és amikor megérik, akkor átrostálják, vagy szétosztják minden ágyásba egyforma mennyiségben, vagy pedig félretesztik az egyik ládába, és akkor vesz belőle, aki akar. Lassan közeledik a szezonnyitó, így a kertészek már készülnek az ültetéshez, na és persze a komposztáláshoz, ami azért is hasznos, mert ezáltal sokat spórolhatnak, hiszen nem kell műtrágyát venniük. Elsősorban alulra a faréteget teszünk, aztán zöld hulladékot, ismét fát, földet, papírt, olyan papírt, ami felbomlik, és akkor ezt rétegezzük, aztán egy idő után megforgatjuk ezt. És van ehhez egy rostánk, amit lerostálunk, kirostálunk, és akkor ez már egy igazi föld. Már jóval az első kispesti kert megnyitása előtt a kerületi önkormányzat elindította komposztálási programját, nagyjából 6 évvel ezelőtt. Ennek keretében a kispestiek ingyen igényelhetnek edényt vagy lombkomposztálót. Az elmúlt években több száz ilyet osztott szét az önkormányzat a fővárosi közterület fenntartóvállalat támogatásával. A komposztálási program tulajdonképpen a magánkerteket célozta meg, a magánkertekben keletkező zöld hulladéknak a felhasználásával. Általában Vekerléről, hagyományos Kispestről, de összességében azok a itteni kerületi lakók, akik kerttel, udvarral rendelkeznek, de sok olyan társasház is van, akik bekapcsolódtak ebbe a programba.
Márkus Edit szerint bár egyre több kerületi kapcsolódik be a programba, sokan még mindig úgy gondolják, hogy a zöld hulladéknak a kispesti közterületeken van a legjobb helye. Az illegális szemétlerakók felszámolása pedig több millió forintjába kerül az önkormányzatnak, ezért a zöld program iroda igyekszik minél több kerületit bevonni a programba, amelynek részeként a családok nem csak ingyen edényt, de hasznos információkat is kapnak a komposztálásról. Megismerkedhetnek a jelentkezők azzal, hogy tulajdonképpen mit is jelent a komposztálás, milyen anyagokat célszerű és hogyan komposztálni, milyen eljárások vannak, mettől meddig tart egy-egy fraktum komposztálódása. És tulajdonképpen mind a médián keresztül, mind a különböző újságokon keresztül próbáljuk felhívni erre a figyelmet, de azt hiszem, hogy az országos sajtó is ebbe az irányba mutat. Az önkormányzat az utcákon is elhelyez lombkomposztálókat, hogy a lehullott gajakat, faleveleket abba gyűjtsék a kispestiek. Ezt azért is szorgalmazza a zöld program iroda, mert a fővárosban 2011 óta tilos avart égetni a házak kertjében és a közterületeken. Aki tehát úgy gondolja, óvná környezetét, humuszban gazdag földet szeretne, és még spórolna is, igényeljen ingyen komposztáló edényt április 15-éig a zöld program irodán. Mindenről bővebbet pedig a 347-46-57-es vagy a 347-45-26-os telefonszámon, illetve e-mailben a zöldprogram@kispest.hu-n kaphatnak az érdeklődők. Két évesek lettek a kispesti szépkorúak. Persze ez nem valamiféle vissza az időben játék, hanem a sosem múló fiatalosság. A napokban ünnepelte létrejöttének 22. évfordulóját a kispesti nyugdíjasok és mozgássérültek klubja. Mint látni fogják, a klubtagokon nem fogott az idő. Ma is frissek, a maguk módján vidámak, és minden jel szerint szeretik egymást. 1993-ban 27 kispesti szépkorú úgy döntött, a rendszerváltás lehetőségeit kihasználva klubot szerveznek, hogy hetente találkozhassanak, beszélgethessenek, kicseréljék egymás között titkos receptjeiket, vagy éppen kiránduljanak. A klub tagsági díjat is kért személyenként 10 forintot. Azóta eltelt 22 év. A tagsági ma már 2000 forint egy évre, de a klubtagok száma ennek ellenére megsokszorozódott. Mert a kispesti nyugdíjasok és mozgássérültek klubja két évtized múltával is életképes, a klubtagok hétről hétre találkoznak, beszélgetnek, énekelnek, közösen uzsonnáznak, együtt vannak. Született itt már nem is egy barátság, sőt, házasság is köttetett. Ez is egy kerek évforduló. Igaz, hogy nem 25-22, de mi minden évben megünnepeljük ezt az évfordulót. Ugyanis idős emberek is vannak a klubban, és nem biztos, hogy mindenki majd a 25-öt megéri, vagy beteg lesz, vagy bármi közbe jöhet. Milyen céllal jött létre ez a klub? Hogy szerveződött annak idején? Hát akkor ez még a 90-es évek, ha jól sejtem. 93-ban alakultunk meg. Volt rá igény, hogy hozzunk létre egy olyan nyugdíjas szervezetet, amit alulról alakítjuk ki, emberek mondják meg, hogy mit csináljunk, hogy működjünk, ne irányítson minket senki. És így gondoltuk, 27-en álltunk össze akkor, és megalapítottuk ezt a klubot. Azóta is folyamatosan működünk, nagyon jó családias légkörbe, jó hangulatban vagyunk, minden héten egyszer találkozunk, nagyon jól érzik itt magukat az emberek, alig várják, hogy jöjjön a következő szerda, feltöltődnek, és vidáman mennek haza minden szerdán innen. Általában mi a program? Ez egy olyan, szabad klub. Szervezünk azért programokat is, tehát vannak szervezett dolgok is, de vannak, amikor csak egy kis beszélgetés van, és jól érzik akkor is itt magukat. Tartunk egészségnapokat, orvosi előadásokat, különböző kulturális műsorok vannak. Akkor eljárunk a KMO-ba is, színházi előadásra, hangversenyekre, kirándulni elmegyünk. Hát az elmúlt évben háromszor is voltunk, szép helyeket bejárunk. Persze kicsit szűk azért a keretünk, de hát amit lehet, azért megpróbálunk összehozni. Pályázunk a civil pályázaton, és ott mindig kapunk támogatást, és abból működtetjük a klubot. Új ismerettségek, barátságok köttetnek egy ilyen klubban? Igen, házasság is született már. 86 éves Laci bácsi meg a Terike kötöttek házasságot. Most már másfél éve alakul egy másik kapcsolat, ők még nem házasok, de már jó barátság kialakult közöttük.
A nyugdíjas klub jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal. Rendszeresen meghívják a kerület vezetőit, ők pedig türelmesen és figyelmesen hallgatják az idősebbeket, akik komoly élettapasztalattal a hátuk mögött fogalmazzák meg, hogy szerintük mit kellene fejleszteni, vagy hogy éppen milyen segítséget adhatna a hivatal. Két alpolgármester is részt vett az ünnepségen. Vincek György köszöntőjét azzal kezdte, hogy a kiránduláshoz a busz meg lesz. Azt is elmondta, hogy a következő testületi ülésen civil szervezetek pályázatairól döntenek, és ezek sorában vannak olyan rovatok, melyekre több pénz jut idén, mint tavaly. A Kispest TV-nek viszont Kertész Csaba alpolgármester nyilatkozott. Örömmel fogadtam el a meghívást, mert amikor ez az egyesület megalakult, akkor bábáskodtam annak idején a környékén, nagyon sok ismerős arc van, és én mindig szeretek a hozzám hasonló korosztállyal beszélgetni, élettapasztalatokról, jelenről, múltról, jövőről, tehát nagyon szívesen jöttem ide. Kispest polgármestere gyakran hangoztatja azt a szót, hogy a lokálpatriotizmus, hát ez az, amit itt látunk. Abszolút egyetértek vele. Én nem vagyok kispesti és nem vagyok budapesti. Több mint 30 éve élek már itt, de a szívem szerint itt szeretném befejezni a pályafutásomat. Aranyos kisváros, az itt lévő embereken látom, hogy imádják ezt a várost. Mindent tudnak róla, azonosulnak vele, és ez egy óriási dolog a mai világban. Mitől szerethető Kispest? Vagy ezek az emberek vajon miért szerethetik ennyire? Valószínűleg, amikor még régi Kispest volt, nem volt ennyi panelépület itt, akkor nagyon sok ilyen kertes ház volt. Tehát nem voltak ezek a panelerdők, és ez a kötődés ebből az időből származhat, hogy akkor ide kötődtek, a gyerekek ide jöttek, és ugye a panellakások ezek lebontották annak idén, de mégis itt maradtak jelenleg érte. Tehát én innen gondolom, hogy ebből az időből származik ez a nagyon nagy kötődés Kispesthez. Ezeknek az embereknek mit jelenthet hétről hétre eljönni, találkozni, beszélgetni, kártyázni, pletyózni? Sokat jelentett. Jelentett egy biztos munkahelyet, jelentett egy normális egészségügyet, jelentett egy közösség életet, ha megtalálták egymást, hiszen ma is Kispesten két nagyon nagy nyugdíjas szervezet van, mind a kettő megél, mind a kettőnek jó tábora van, tehát olyan programokat tudnak adni, hogy mindenki kiválasztja azt, hogy nekem mi a legmegfelelőbb, és oda megy, ahol ő megtalálja azt a közösséget, azt a hangulatot. Miért jönnek ide hétről hétre, mit gondol? Nagyon sokan nyilván azért is, mert magányosak maradtak, nagyon sokan várnak egy társaság életre, és gondolom ez a legfontosabb, hogy társaságban legyenek. Egy észrevételt hadd tegyek, hogy ha idős emberekkel találkozunk, sokszor ilyen szürkébe, feketébe öltözött embereket látunk, itt nem. Mosolyognak, vidámak, és ez azt jelenti, hogy nem panaszkodni járnak ide. Egyszer azt jelenti, másodszor az idejövő emberekre én azt tapasztalom, hogy készülnek idejönni. Tehát direkt nem úgy jönnek, mint általában az utcán, de eleve jó hangulatot akarnak idehozni magukkal is, és ez a hangulat fogadja őket itt is. Tehát ez látszik, hogy örömmel jönnek ide. Az önkormányzat hogy tud segíteni, hogy egy ilyen alapítvány fönn tudjon maradni, tudjon működni, hogy legalább ezeket a minimál programokat meg tudják tartani? A magunk erejéhez képest támogatjuk őket, ebben az évben is biztos fognak támogatást kapni. Sajnos azt kell mondani, hogy az anyagi helyzetünk az romlott ebben az évben, hiszen olyan törvények láttak napvilágot, hogy normatív támogatásunk jóval kevesebb lett, pontosan, de van egyéb más területen is. A meglehetőséget képest, a lehetőséget biztos, hogy megkapják a támogatást, amivel tudjuk segíteni őket. Tánc, vers, hegedűszó, szendvics és torta. Így ünnepeltek a nyugdíjas klub tagjai. A közönség pedig minden ajándékot, minden gesztust hálásan fogadott. A klubtagok szeretnek szerdánként találkozni. 2004 óta járok ide. Nagyon szeretik ide járni, mert amint lehet látni, itt mindig vidám társaságban. Sokfele megyünk nyaralni. A Huszár Erzsike nagyon, nagyon jól irányítja az egészet. Tehát én nagyon szeretek ide járni, mert az emberek is olyanok, hogy megértik egymást, szoktunk kártyázni, kirándulni, ami belefér minden. Tánc. Mi volt a szakmája? Nekem a szakmám, hát az utolsó egészségügyben dolgoztam, de amúgy nehézipari, hidász, gépész, vízvezetékszerelő és ilyesmi. És kispesti? Kispesti vagyok, 1967 óta. Szereti amúgy Kispestet? Tessék? Nagyon szeretem, mert a polgármester is olyan, hogy szét kell csak nézni, és akkor lehet látni, hogy ez egyre szebb és egyre jobban kiemelkedik, mint a többi kerület. Milyen programokat szeret igazán? Hát a kirándulás a legjobb, mert hova?
Hát Kemencére ide-oda szoktunk járni, és elég sok fele, és ott mindig van zene, tánc, legtöbbször van ilyen disznóvágás, és ottan ugye mindenki, hát elég, tehát eléggé meg van mindig szervezve. Neyman Ernőné vagyok, 92 éves. És mióta tagja a klubnak? Hát legalább 20 éve. És fel tudja idézni, hogy amikor csatlakozott a klubhoz, amikor először eljött, akkor miért jött el? Én meg tudom mondani. Azért, mert én szeretem a közösséget, mindig is szerettem, és én tudom, hogy az emberek a közösségbe találják meg a jót is, a rosszat is el tudják mondani, és ott találják meg a vigaszt. Ha jó, akkor az öröm az közös, a bánat is közös, és könnyebben el lehet viselni a dolgokat. Milyen programokon szokott részt venni? Hát, táncolni már nem táncolok. Pedig még lehetne. Egyébként kirándulni szoktam menni, szeretek kirándulni. És itt mindig itt vagyok a klubnapokon. Jó kaják vannak, lehet plecskáglakatni egymás között, ugye ki lehet beszélni a szomszédasszonyokat. Szóval nagyon jó itt. Ön miről szeret itt mesélni másoknak? Miről kérdezik? Én nagyon jól tudok hallgatni. Szeretem meghallgatni másoknak a problémáit, és szeretek segíteni az embereknek. Ez a 92 éves néni az egyik pillanatban felállt a helyéről, és odajött hozzám. Visszautalt az interjúra. Azt kérdezte, miért szeretünk ide járni. Ugye most már látja, most már érti, mondta. Igen. Látom, értem, és fontosnak is ítélem, hogy a kispesti szépkorúak élete vidámabb és szebb legyen. Ismét kincsekre bukkanhatnak a kispesti családok, gyerekek a polgármesteri hivatal előtti téren április 11-én. Szombat reggel 9 és délután 1 óra között rendezik meg a legközelebbi Bolha piacot, ahol használt, de jó minőségű játékokra, könyvekre és sportszerekre tehetnek szert olcsón a kerületiek. A jó idő beköszöntével ezúttal már nem a Városháza dísztermében, hanem a hivatal előtti téren tartják meg a Kincses szigetet. További közérdekű információkat tudhatnak meg a következő percekben. Több óvoda élére is vezetőt keres a kispesti önkormányzat. Pályázatot írtak ki a Tarka Barka, a Zöld Sziget, a Százszor Szép és a Hársfa óvoda igazgatói posztjára. A teljes munkaidős közalkalmazotti állás betöltéséhez a felsőfokú képesítés mellett intézményvezetői szakképzettség is szükséges. Emellett elvárás, hogy a jelentkezőnek legalább 5 év tapasztalata legyen óvodapedagógusi munkakörben. A pályázatokat április 14-ig várják a polgármesteri hivatalba, az Ady Endre út 7 szám alá. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt találnak az interneten a www.kispest.hu-n, vagy hívhatják Nagy Péter humánszolgáltatási igazgatót a 374-76-32-es telefonszámon. Közös ünneplésre hívja a kispestieket a Költészet napja alkalmából a KMO Művelődési Ház. A hagyományteremtő rendezvényt április 10-én, pénteken 12 és délután 5 óra között tartják. Életkortól függetlenül várnak mindenkit egy rendhagyó irodalmi délutánra, ahol a szavalók elmondhatják legkedvesebb magyar versüket. Nem kell feltétlenül fejből, lehet papírról is olvasni, vagy akár megzenésített verset előadni. A szavalókat megjutalmazza a KMO Művelődési Ház. Aki szeretné versmondással ünnepelni a költészet napját, előzetesen regisztrálhat a www.kmo.hu-n, vagy személyesen a Teleki utca 50 szám alatt április 8-áig. Ha többet szeretnének megtudni a rendezvényről, akkor pedig hívják a 282 97 52-es telefonszámot. A
vekerlei művészekkel ismerkedhetnek meg személyesen azok a kispestiek, akik ellátogatnak a Vekerle Fest interaktív művészeti találkozóra. A programot negyedik alkalommal rendezi meg a Vekerlei Kultúrház, ezúttal április 18-án és 19-én szombaton és vasárnap. Idén több mint 50 neves helyi művész, köztük képzőművészek, zenészek, színművészek, építészek, költők, írók, filmrendezők mutatkoznak be. Például közös beszélgetések, kiállítások, koncertek és műhelyfoglalkozások keretében. A fesztiválnak a Vekerlei Kultúrház ad otthont a Petúr utca 7 szám alatt. Ez volt a Kispesti Magazin. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!